Bizonytalankodó magyar politika, Hitler megtévesztő magatartása és a keleti front közeledése egyaránt vezetett Magyarország német megszállásához. A kormányzó Horthy Miklós tudott a tervekről és jóvá is hagyta azokat. A német csapatok néhány óra alatt foglalták el az országot, majd náci barát kormányt neveztettek ki. Az pedig minden igényüket kiszolgálta. 1944. március 18-án, tehát egy nappal korábban Horthy Hitlerrel tárgyalt. A magyar kormányzó ekkor beleegyezett a megszállásba, ugyanakkor azt is elhatározta, nem mond le. Horthyn kívül a magyar vezetés tagjai közül szinte senki sem tudott a hadműveletről, így március 19-én reggel sokként érte a kormány tagjait, hogy német katonavonatok futnak be a pályaudvarokra. Hitler döntését egyrészt a magyar kiugrási próbálkozások is motiválták, mert nem kockáztathatta meg, hogy a keleti front bedőljön. A német vezetés nem volt megelégedve a magyar háborús részvétel arányával. Magyarország ekkor még, tehát 44. március 19 előtt korán sem mozgósította a seregének nagy részét, és gazdasági erőforrásait se engedte át 100%-ban. Horthyt a Magyarországra tartó vonaton érte a hadművelet híre. Nem sokkal később új, német teljhatalmú megbízottat neveztek ki, aki a katonai kérdéseket kivéve mindenben dönthetett, bár az ország szuverenitása nem szűnt meg teljesen a német megszállás után sem. Ugyanakkor a németek hivatalosan legalábbis nem megszállást terveztek. A német politikai koncepció az volt, hogy alapvetően belülről magyar személyzettel, magyar politikusokkal kell megoldani azt, hogy a német kívánságoknak jobban meg lehessen felelni. A német haderő villámgyorsan elfoglalta a kulcsfontosságú pontokat, és hajnalban már Budapesten is átvették a hatalmat. Magyarország politikai vezetőinek a felelőssége abban van, hogy nem tudták eldönteni, hogy hogyan tudnának kint is lenni, meg bent is lenni. Végül minden a németek tervei szerint alakult, a felálló új magyar kormány kiszolgálta a megszállók igényeit, és Horthy is hivatalában maradt, így a törvényesség látszata is megmaradt. A német megszállásnak ugyanakkor súlyos ára volt. Május 15-én elindultak az első vonatok, amelyeken a túlnyomó többségében magyar karhatalmi erők által összegyűjtött, összesen 500 000 magyar zsidót deportáltak a haláltáborokba.